Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Nagyhatalmi játszmák. Geopolitikai előadás a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium központban. Óvodabővítés. Felújítják és hozzáépítenek a Bonyhádi Malom óvoda épületéhez. Madocsa. 10. Tolna vármegyei értékek napja. Vosinszky emléknap. A Szekszárdi Múzeum születésnapját ünnepelték. A Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium központ adott otthont a Mandiner Roadshow legutóbbi állomásának, amelyen Somkóti Bálint és Nógrádi György beszélgetett Póca István műsorvezetővel. Az est témája a nagyhatalmi játszmák és az így kialakulni látszó új világrend volt. Nagyhatalmi játszmák, új világrend és geopolitikai versengés volt a témája a Mandiner Roadshow Szekszárdi állomásának. Nógrádi György és Somkóti Bálint fejtegették a világpolitika történéseit. A világ megindult egy olyan irányba, amit több száz éve nem láttunk. Egy olyan többpólusú világ kezd kialakulni, amely gyakorlatilag az első világháború előtt volt jellemző a világra. Tehát nem csak egy vagy két nagyhatalom van, hanem több. És ennek a körvonalai látszódnak most, hogy nyilván az Egyesült Államok volt a hegemon, aki tartotta a pozícióját, de most az ukrán háború ez a hegemon pozíció megrendülni látszott, hiszen a két fő ellenfele igen komolyan összefogott, és elkezdték lebontani ennek az elemeit. Ennek csak az első lépés az ukrán háború, sajnos még továbbiakra fel kell készülnünk. Mint azt elmondta, az amerikai hegemónia olyan szinten része a mindennapjainknak, hogy már észre sem vesszük. Elég csak az okostelefonokra, az operációs rendszerekre gondolni, de ott vannak még a különféle hardverek, amelyeket szintúgy használunk. Ezzel szemben lépett most föl Kína és Oroszország, kisebb részben India a szakértő szerint. Mi itt az Európai Unióban is NATO-tagként kevesebb mindent érzünk, de van egy keleti nyitáspolitikánk, tehát van egy nyitáspolitikánk, ami azt hangsúlyozza, az a konnektivitás, az összekötés elmélete, amely gyakorlatilag azt szeretné, hogy a világ ne alakuljon ki két tömbé, mint a hidegháborúban volt, hanem legalábbis maradjon meg egy olyan fajta egyensúly, amely a katonai egyensúly mellett a gazdaságnak lehetővé teszi, hogy mind a két irányba dolgozzon. Hogyha bezárkóznak ezek a felek is ilyen elszigetelt világok jönnek létre, mint a hidegháború alatt, aznak nagyon komoly gazdasági ár lesz mind a két fél számára. Nógrádi György, geopolitikai szakértő úgy gondolja, átalakulóban van a világrendünk. Folyamatában új világrend van, amit mindenki máshogy értelmez. Fukuyama most írt egy új könyvet, ahol azt írja, hogy amit leírta a történelem végéről, igaza volt, csak nem úgy gondolta, hogy akkor olvastuk. Tehát egy rendkívül furcsa világhelyzet van. Kína tör erőre, USA hanyatlik, de ma még a világ vezető hatalma. Hogy ezzel mégis mit tud kezdeni az Európai Unió, azzal kapcsolatban kételjei vannak. Európának egységesülni kellene be, alkalmatlan, tökéletesen elvesztettük az első és második világháborút, mindkettő Európából indult ki. Ma Nagy-Britannia kilépése az Európai Unió gyöngítette, a német kormány a működésképtelenség színén van, Macron át akarja venni Európa vezetését, amire képtelen. A rendezvényen végezetül a nézők is feltehették kérdéseiket. Még idén megkezdődhetnek azok a munkálatok, amelyekre Bonyhád városa 500 millió forint támogatást kapott, és aminek köszönhetően a Malom óvoda épülete megújulhat, valamint az eszközpark is fejlődhet. A Bonyhádi Malom óvoda jeles intézménye a városnak, éppen ezért is szükséges épületének felújítása, hiszen a környék egyik legnevesebb óvodájáról van szó. A teljes infrastruktúrális felújítás valósul meg, külső-belső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, szobák felújítása, eszközbeszerzésre is lesz lehetőség, és ami talán a legfontosabb, egy teljesen új épületrész kerül hozzáépítésre, és egy 100 négyzetméter nagyságú tornaszoba lesz a gyerekek használatára. A tervezéskor arra is ügyeltek, hogy a jelenlegi történelmi épülethez jól illeszkedjen az új rész, ne lógjon ki, ne roncsa el az összképet. Jelen pillanatban már folyik a feltételes közbeszerzési eljárás, ennek a lezárulta, után amilyen gyorsan lehet, nyilván megpróbáljuk megkezdeni a beruházás kivitelezését, egyrészt azért, hogy minél hamarabb készen álljon, másrészt, mert mindenki tudja, hogy az építőanyag, az építőipar is állandóan változik, reményeink szerint még idén megkezdődhet a felújítás. Megújulnak továbbá a csoportszobák és a melegítőkonyha. Udvarrendezést és eszközbeszerzést is lehetővé tesz a pályázat. A következő időszakban tehát új és modern, de stílusában önazonos épületbe térhetnek be az ovisok. A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál remek közösségi programnak ígérkezik. Igazi sztárfellépőkkel, kulturális programokkal, tánccal kedveskednek az érdeklődőknek.
A gasztronómia és a borkedvelők igényeinek is igyekeznek megfelelni. Finom falatokat és természetesen ízletes szekszárdi borokat is kóstolhatunk. Zenei sokszínűségben sem lesz hiány, és nem csak a felnőtteknek, de a gyermekeknek is készülnek dalos műsorokkal. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, örömteli hangulatban futnak neki a sok szervezést megelőző ünnepi hétvégének. Hát újra eltelt egy év, és ismét elérkezett a várva várt szekszárdi pünkösdi fesztivál, amely 4 napon át a városlakók és a hozzálátogató vendégek számára, hozzánk látogató vendégek számára egy gasztronómiai, kulturális koncertekkel, színházi programokkal, vidámparkkal és sok-sok érdekességgel tarkított programot ajánl. Mai nap pénteken nyitunk, igazából már tegnap is voltak előzetes programok, de a hivatalos színpadi programok mai napon kezdődnek a Béla Király téren, este már is egy sztár fellépőt üdvözölhetünk, a Magna Cum Laude-t. Szekszárdon hívott össze egyeztető fórumot a járásban működő polgárőr egyesületnek dr. Marcsek Sándor rendőrezredes, a Vármegye Székhely rendőrkapitánya. A megbeszélésen részt vett a Tolnai Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének nemrégiben megválasztott új elnöke, Váradi Balázs is. A kapitányság vezető rövid tájékoztatást adott a megjelenteknek a szekszárdi járás közbiztonsági helyzetéről. Ezt követően Dudás Zsolt, rendőr alezredes, és Vesner Csaba, rendőr alezredes a közös feladatokról és kihívásokról beszélt. A felek megállapodtak abban, hogy továbbra is előtérbe helyezik a közös szolgálatok hatékony megvalósulását, a polgárőrautók és drónok igénybevételével történő együttes feladatellátást. A résztvevők megvitatták, hogy az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben a külterületek közbiztonságának megtartására, valamint az illegálisan szemetet kihelyező állampolgárok kiszűrésére. Az Atomenergetikai Múzeum Vízmérték címmel idén is megszervezte fizika versenyét a Teller Ede vetélkedőt Pakson. A 3 fordulós csapatversenyen ebben az évben középiskolások, míg az országos online egyéni megmérettetésen a hagyományokhoz híven 7. és 8. osztályos általános iskolás diákok vehettek részt. Első helyen a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium csapata végzett, a dobogó 2. és 3. fokára az energetikai szakképzési technikum tanulói állhattak fel. Sokszínű gasztrokultúra, hagyományőrzés, összetartozás. Ennek szellemiségében rendezte meg 10. alkalommal a Tolna Vármegyei Önkormányzat az Értékek Napját Madocsán. A Tolna Vármegyei Értékek Napján jártunk a Madocsai Dunaparton, ahol 10 órakor a folyó megkoszorúzása volt a program. Fehérvári Tamást, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnökét kérdeztük a kezdetekről. Amikor elindultunk 2 ciklussal ezelőtt, akkor ugye eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a konkrét tervező munka, koordináló munka fölött találni egy olyan összekötő kapcsot, ami a településeken az életet egy kicsit fölélénkíti, és akkor javasolták kollégáim, hogy próbáljuk meg, hogy hozzunk össze egy ilyen értékközösséget, és próbáljuk meg a megyei értékeket fölkarolni, és próbáljuk meg a Hungarikum mozgalomhoz hasonlóan egy szinten lejjebb hozni ezt a történetet. Az elején egy kicsit szkeptikus voltam, de csodásan bejött az ötlet. Az idei rendezvényen több mint 40 település képviselte magát. Jól érzem magamat, hál' Istennek, hogy sokan megtiszteltek bennünket, hogy akkor tényleg együttek erre a helyszínre. Igaz, nem mi csináljuk ezt az értéktáros Váramegyét, de azért örülünk neki, hogy ennyi település megmutatja magát itt Marocsán, és meg tudják nézni, hogy mi a mi értékeink, és köztel a Dunapart, egy gyönyörű tényleg környezetben. A nagyszabású esemény helyszínéül szolgáló község értékeiről Törjék Erzsébet beszélt nekünk. A Madocsai Önkormányzat kért föl bennünket, hogy települjünk ki az egyesülettel, illetve a Madocsai Értéktár Bizottsággal közösen, és mutassuk be Madocsának a mindenféle szépségeit, értékeit. Hátrébb vannak környezetvédelmi témájú bemutatók is. A helyi gasztronómiai értékek is okkal közkedveltek. A település 1000 éves, 19-ben volt 1000 éves. Ez a lángos nem 1000 éves, hanem friss, most sütötték, de a nyugdíjas kör nagyon finom, mindenkinek javaslom, hogy próbálják ki. Böde Dániel, akit a Madocsai Messinek is neveznek, stábunknak nyilatkozni nem tudott, de üdvözli a Tolnatáj Televízió nézőit.
A Bonyhádi Széchenyi iskola első osztályos kosárpalántái Székesfehérváron vettek részt a kosárpalánta program országos döntőjén. Ebben a korosztályban labdás és atletikus elemeket tartalmazó váltóversenyeket szerveztek. A 10 feladatot tartalmazó versengés végén a Széchenyi tanulók a harmadik helyen zárták a versenyt. A rendezvényen alternatívan választhattak a gyerekek különböző szabadidős programok közül, illetve megtekinthettek egy kosárlabda akrobatika bemutatót a Face Team előadásában. A Madarak és Fák napja alkalmából tartott előadást Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője, az I. és Gyula könyvtárban Szekszárdon. Az előadáson az érdeklődők megismerkedtek a mindenütt jelenlévő, megbúvó kisállatokkal, ötleteket kaphattak ezek megfigyelésére, sőt az előadó még madár nyelven is megszólalt. Európai átlag fölötti volt az áprilisi infláció Magyarországon. Az egy évvel korábbihoz képest 3,6%-kal fizettünk többet ugyanazért a termékért. Ez az uniós államok között a negyedik legmagasabb eredmény, ez pedig annak köszönhető, hogy újabb drágulási kör fut végig a gazdaságon az amúgy már lecsengő inflációs sokk után. Az EU-s átlag 2,6% volt. 1977 óta tartják világszerte a múzeumok napját május 18-án. A szekszárdi Wosinski Mór Múzeum hosszú évek óta rendszeresen csatlakozik a kezdeményezéshez, sőt, számukra különösen jeles alkalom ez, hiszen ezen a napon vette fel az intézmény alapítójának nevét. A múzeumok napját már régóta tartja a Wosinski Múzeum, immáron azonban 10 éve, hogy emléknappal kötik össze. 1989. május 18-án ezen a napon vette fel az intézményünk az alapító igazgató Wosinski Mórnak a nevét. És ez adta az ötletet, hogy ez erre rá csatlakozva egy Wosinski emléknapot, tehát tulajdonképpen a múzeumunknak a születésnapját is ünnepeljük. Mint minden ünnep alkalmából, ilyenkor azért próbáljuk megtalálni azokat az embereket, támogatókat, akik sokat tettek az intézmény működésért, sokat támogatták önzetlenül. Wosinski emlékplakettet kapott az eseményen Tóth Gáborné Bogár Éva, a Bogár tanyán végzett hagyományőrző munkájáért, a Wosinski díjat pedig Seiler Katalin, aki már 10 éve a múzeum munkatársa. Nekünk ez egy nagyon fontos és saját történelmünkre nagyon büszke közösségként, nagyon fontosnak tartjuk ennek az emléknapnak a megtartását, folyamatos megtartását. A megemlékezésen részt vett Csötönyi László, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke, aki köszöntőjében Wosinski Mór Keleti útam emlékei című művének előszavát olvasta fel. Munkámnak minél tágasabb körben való terjesztését kérném a szíves olvasótól, nem önzés, hanem a jótékonysági nemes cél érdekében teszem ezt. A nemes cél érdekében. Jó volna minél több ilyet tapasztalni 2024-ben is. Az esemény végén megkoszorúzták a múzeum épülete előtti Wosinski szobrot. A régió híreivel folytatjuk. 3 milliárdos beruházást adtak át Komlón. Új gyártótevékenység kezdődhet a Baranyai városban. Digitalizáció. Megtanítják a gyerekeket az internet helyes használatára az Igali általános iskolában. Közterhek, munkáltatók és munkavállalók. Az egyszerűsített foglalkoztatásról adtak tájékoztatást. Új gyártótevékenység indulhatott be Komlón. Napelemek forgatórendszeres tartószerkezetét gyártják a Baranya vármegyei városban. Az uniós forrásból származó 3 milliárdos beruházást hivatalosan szerdán adták át. Az ünnepségen részt vett Fábián Gergely, iparpolitikáért felelős államtitkár, Hoppál Péter, országgyűlési képviselő és Polics József, Komló polgármestere. Még 2 évvel ezelőtt komoly uniós támogatásba részesült a Komlói Solar FM Kft. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusznak köszönhetően. Ennek eredményeként új gyártótevékenységet indítottak a Baranya vármegyei városban. Itt forgatórendszeres tartószerkezetet gyártanak napelemekhez. A teljes beruházási összeg 3 milliárd forint. Fábián Gergely, iparpolitikáit felelős államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a versenystratégiában nagy szerepe van a zöld energiának. Itt Komlón pedig ezzel a ennek a fontos szempontnak kiválóan megfelelnek. Elkészülő versenyképességi stratégiában, ahol nagyon fontos szerepet kapott a zöld energia. A kormányzat kiemelt célja, hogy a zöld átállásban rejlő potenciált és versenyt Magyarország magasan megnyerje, erősítette meg Hoppál Péter, Komló fideszes országgyűlési képviselője.
éppen ezért a támogatási intenzitások magasak azok felé, a cégek felé, akik ezzel az iparággal foglalkoznak, és egy másik nem véletlen helyzet van még, ami a kormány jóvoltából előállt. Jelesül, hogy a Dél-Dunán túl most a legfejlesztendőbb térség a kormány számára. Ez a két dolog összekapcsolódott, és itt Komlón egy újabb barnamezős beruházással megvalósulhatott ez az egyébként nagyon magas, 50%-os támogatási intenzitású fejlesztés azért, mert a zöld átállást, ezek a szolártechnológiák és a forgatható szolártechnológiáknak a fejlesztése nagy mértékben tudja segíteni és támogatni. Mi kell hozzá? Az kell hozzá, hogy kell fejlesztési terület, kell egy jó vállalkozás, és kell jó kormányzati program. Komló kitüntetett szerepben van, hiszen nagy múltja van az iparnak, és a pécsi baronyai ipar és kereskedelmi kamara is támogatja az ilyen és ehhez hasonló fejlesztéseket. Polics József Komló polgármestere elmondta, a város szempontjából nagyon fontos, hogy fejlődjenek a magánszemélyek, a gazdasági társaságuk, az önkormányzat. Az új gyártó tevékenység során még nagyon sokféle fém megmunkálásával kapcsolatos termékeket állítanak elő a jövőben. A polgármester azt is elmondta, hogy ez az üzem egy romos, lepusztult épület volt korábban. A város polgármestere sokat tett azért, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. Egy szakértői csapat ezt bontásra ítélte. Én, mint mérnök ebbe beszálltam, és próbáltam meggyőzni a tulajdonost, hogy az egy luxus a 21. században, amikor olyan technológiák vannak, hogy a vasbeton szerkezeteknek a javítása, felújítása nagyon könnyen elvégezhető, és valójában a végén ez valósult meg, és a pusztulatra ítélt házból egy ilyen csodálatos környezet lett, amibe tényleg egy ilyen nagyon modern lézer, meg mindennel működő technológia került be. Foglalkoztatás bővítés, állami támogatással, saját tőkével egy ilyen szintű beruházás, ami reményeink szerint nagy árbevételt fog eredményezni, ami megint az önkormányzatnál iparizési adóbevételt fog generálni. Tehát ezek úgy gondolom, hogy nagyon jó és összefüggő dolgok. Ezzel párhuzamosan elkötelezettek a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránt, ezzel jelentős munkahelyeket is teremtenek. Egyre több időt töltenek a gyerekek az online térben, ami a szakemberek szerint akár függőséghez is vezethet. A digitális függőség diagnosztizálása nem egyszerű, mivel a határok homályosak lehetnek a normál használat és a függőség között. Ez ellen a szülők és a pedagógusok is sokat tehetnek. Az Igali Batthyány Károly általános iskolában is nagy hangsúlyt fektetnek a digitális oktatásra. Melyiket? Tégletes oktatás. Térfogat. Tégletes térfogatos. Mobiltelefonom van, azt rendszeresen használom, tévém van, okos tévém, és a bátyámnak van egy gép, amit közösen használunk. Nem szabályozzák ezt nagyon, annyit játszunk, amennyit szeretnénk, csak azért legyünk a családdal is. Napi szinten használom, videónézésre, játékra, barátokkal beszélgetni. Szabályozzák a szüleim, minden nap fél 9-ig, de órakorlát viszont nincs. A mi iskolán kifejezetten szerencsések közé tartozik. Van egy informatika termünk 30 géppel, ugyan nem újak, de használhatóak. Van egy okostermünk, okosteremben 30 laptop, Dell laptop, van 4 darab 3D-s nyomtatónk, egy lézervágónk, van benne, minden teremben van digitális táblánk, és van egy hatalmas nagy tévénk az okosteremben. Digitalizáció életünk része, ezek a gyerekek benne élnek. Na most, hogyha tiltom tőle, akkor a gyerek nem fogja tudni helyesen használni. Nekünk itt az iskolában az a feladatunk, hogy megtanuljuk őket helyesen használni ezeket az eszközöket, illetve a felkészültségét, hogy ő mire fogja használni. Ugyanaz a számítógépek. Ők rengeteget dolgoznak a számítógépen, a mobiltelefonon, szinte minden órán használjuk. Láttátok, hogy minden teremben van digitális tábla, minden tanár, a tanítótól kezdve a matematika tanárig, a földrajz tanárig, mindenki használja ezeket a gépeket, illetve a gyerekek is kapnak mindig laptopot a kezükbe az órákhoz. Online etika, hogy neki mit kell az interneten elfogadnia, tehát ahogyan az életünkben is vannak
betartandó szabályok ott az interneten is. Ők tudják azt, hogy nem szabad idegeneket elfogadni ismerősnek, ők tudják azt, hogy a hír nem minden hír, ami megjelenik, ők már kritikusan fogadják ezeket. Ezt negyedik, harmadik osztálytól már tanulják informatika órán, illetve szinte minden órán szóba kerül, hiszen használják ezeket az eszközöket. Ahogyan egyre inkább digitalizálódik a világunk, úgy egyre inkább töltenek el több időt a gyerekek ebben a digitális térben, amit nem feltétlenül neveznék rossznak, azonban az iskolának, illetve a szülőnek is óriási felelőssége van abban, hogy ezt az időt, ezt a digitális teret hogyan csatornázza be a gyermekének. Ami azt jelenti, én az időkorlátban látom a megoldást ebben a kérdésben, mivel egy napi 2-3 órából még én szerintem rossz nem fog származni a gyerekeknek, de akik viszont már túlzott mértékben függenek a telefonoktól, a digitális eszközeiktől, azok számára már igen-igen elgondolkodtató a kérdés, hogy digitális függőségről beszélünk-e vagy sem. Intézményünk fontosnak tartja azt, hogy ellensúlyozza a közösségeknek a felbomlását, amit sajnos a digitális világ magával hoz. Ezért aztán igyekszünk olyan programokat rendezni, amelyben nem csak az iskolába járó diákokat és a kollégákat vonjuk be, hanem akár a településnek a vezetőségét, a településen élőket, a szülőket, a rokonokat, ezzel is valamennyire a lokális közösségeket egy kicsit erősíteni, megtartani. Emellett az intézményen belül igyekszünk az osztályközösségeket is nagyon erősíteni. Erre van kitalálva például, hogy minden osztálynak van jelképe, van himnusza, van saját egyenruhája. Ezzel próbáljuk meg őket lényegében egy közösségé teremteni. Mikor kell az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet szerepeltetni a személyi jövedelemadó bevallásban? Sokan teszik fel a kérdést az SZIA határidőhöz, május 21-hez közeledve. Az egyszerűsített foglalkoztatásról a NAV baranyai sajtóreferense adott tájékoztatást. Ki fizeti a közterheket az egyszerűsített foglalkoztatás esetében? Erről beszélt elsőként a NAV baranyai sajtóreferense. Ez a fél lehet a munkáltató, ha ennek a feltételei teljesülnek. 2024-ben legalább a 266.800 forintos minimálbér 85%-ának, vagy a 326.000 forintos garantált bérminimum 87%-ának megfelelő összeg alapján kell meghatározni a munkabért. A munkabér felső határát a jogszabály csak a filmipari statiszták esetében határozza meg. A munkáltató a közterheket csak a mentesített keretösszegig fizeti meg. Ezt a mentesített keretösszeget úgy tudjuk kiszámolni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak számát meg kell szorozni az év első napján hatályos legkisebb munkabér, amely bérminimum, vagy pedig garantált bérminimum 130%-ával szorozzuk. Ha a kifizetett munkabér nem haladja meg ezt az összeget, akkor a munkavállalónak nincs teendője, mert ekkor, ha nincs egyéb adóköteles jövedelme, személyi jövedelemadó bevallás sem kell benyújtania. Előfordulhat olyan eset, hogy a munkavállaló fizeti a közterheket. Az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó munkavállaló abban az esetben, hogyha mentesített keretösszegnél magasabb jövedelmet szerez, akkor erről önállóan kell elkészíteni a személyi jövedelemadó bevallását. Ehhez fel tudja használni a bevallási tervezetet. Fontos arra odafigyelni, hogy a munkáltató ugye csak a mentesített keretösszegig fizeti meg a közterheket, e fölött nem von le az adózótól se adóelőleget, és ezt nem is vallja be a hivatal felé. Valamint az is nagyon fontos, hogy a munkáltatónak igazolást kell kiadnia a munkavállaló felé, és ezt az igazolást mindenképpen meg kell őriznie az adózónak, hiszen ez alapján kell majd elkészítenie a bevallását. A témában további információ kérhető az adóhivataltól. Telefonon a 1819-es számon, vagy személyesen bármelyik NAV ügyfélszolgálaton. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Nagyhatalmi játszmák, geopolitikai előadás a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium központban. Óvodabővítés, felújítják és hozzáépítenek a Bonyhádi Malom óvoda épületéhez. Madocsa, 10. Tolna vármegyei értékek napja.
Wosinski Emléknap, a Szekszárdi Múzeum születésnapját ünnepelték. Szombaton a nap túlnyomó részében napos, mérsékelten felhős és ismét nyárias jellegű idő lesz jellemző. A délután folyamán valamivel több, erőteljesebb gomoly képződés mellett elszórtan, a péntekhez képest jóval kevesebb helyet érintően kialakulhatnak helyi záporok, zivatarok. Vasárnap reggel délelőtt országszerte naposabbra fordul váratlan az idő. Nyárjasan meleg, kissé füllett időben a napsütés mellett délután ismét növekvő gomoly felhőzetre, illetve elszórtan záporok, zivatargócok kialakulására van kilátás. Hétfőn kedden változóan időről időre erősen felhős idő, bujkáló napsütés ígérkezik, kifejezetten füllett időben, szorványosan esőkkel, záporokkal, zivatarokkal tarkítva. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!